Idén a játékfilmek mellett dokumentum, animációs és zenés filmeket is bemutatnak a Magyar Film délvidéki hetén. A gyerekek a Magyar Népmesék rajzfilm sorozatból láthatnak egy összeállítást. A közönség nyolc filmet láthat a mozikban. Néhány olyan filmet is, ami az idei filmfesztiválon nagy sikerrel került bemutatásra. Többek között Szabó István ajtó című játékfilmje is. A filmvetítésekre vendégeket is várnak. Az ajtó operatőre is rendezője, valamint a Földszeretője című filmrendezője is jelen lesz egyes vetítéseken. Jankovics Marcel Zentára fog menni Csütörtökön délután, és ott találkozik a, a közönséggel. Ugyanaznap este pedig Magyar Kanizsán és az utolsó napon pénteken Dárda István a hindusz című film rendezője találkozik magyar kanizsán a vendégekkel. Az elmúlt több mint egy évtizedben 35 ezernél is többen látogattak el a Magyar Film délvidéki hetére. A belépő Szabadkán és Magyar Kanizsán 150, Topolyán 100 dinárba kerül, a többi településen ingyenes a részvétel.